Most gyorsan hátra még elkapom. Ott megy egy úriember, nézzétek! Láttátok, mi volt rajta? Kabát! Nézzétek meg engem! Bocsánat, nem tudom jobban tartani. Nem fog egyenes lenni, meg stb. Nem tudom, mennyire látszottam. Nem lehet váltani ezen a vackon ezért a selfie kamerára. Kabát van rajtam. Nézzétek oda! Nézzétek, hogy néz ki ez a leányzó? Sajnos elmentek, már ott rajta kabát van, egyetek, a leányzón nem. Aki leszáll, kabát van, most ezeken is kabát van. Shit! Pont ezt akartam bemutatni, nézzétek! Ő is fel van öltözve. Na. Az a baj, pont ezt nem akartam bemutatni, vagy nem tudtam bemutatni most igazán ezzel, amit akartam, ott is kabát van, sok mindenki, fel vannak öltözve. Jellemzően, opá! Nem, menj már, kirántod a kezemből azért. Szóval... Jó van. Ő is be van öltözve, ő is be van öltözve. A fene vigyel! Egy csomó rövidújú, pólós emberke volt itt még az előbb. Így pont azt nem tudom bemutatni, amit akartam, de mindegy. Hát ugye felszálltak a buszra, most elég sűrűn jönnek a buszok. Szóval azt akartam bemutatni nektek, hogy mennyire működik a tömegpszichózis. Ugye ennek egy triviális példáját láthatnánk itt, amit most már nem láthattak, egy kicsit elkéstem ezzel a felvétellel. Rohadt sokan egy szál pólóban rohangálnak, miközben ilyen 9 fok van körülbelül. És sokáig tartott nekem ezt megemészteni, hogy nem velem van a baj. Én sokáig azt hittem, hogy velem van a baj, a hűvérzékelésemmel valami probléma van. És liftben megszólítottak szomszédok, hogy hát miért van kabát, meg izé, meg mit tudom én, hát izé, nincs ideg, meg stb. Ez elő szokott fordulni, vagy volt, hogy a páromat megkérdeztek dolgokról, hogy ez én most miért járok így, vagy valami, nézzétek? Bocsánat. Órázzal közbeszenvedek. Egyszer semmibe a hölgy, de tényleg nem egy-két ember tudtam volna mutatni, csak rossz időbe készítettem, mondom a felvételt, mert elmentek a busszal nagyon sokan. És nagyon sok időbe telt megértem, hogy nem velem van a baj. Mert ha fokokat nézzük, akkor igenis basszus 8-9 fok, az rohadt hideg. Sőt, a 13-14 is nagyon hideg, én akkor is simán kijövök kabátba, természetesen. Nézzétek? Jó, most egy-egy embert fogok tudni csak mutatni, de higgyétek, hogy tömegesen voltak itt. Így öltözve, egyszer semmibe. Rövid nadrág, meg egy rövid nagy semmi. Ezzel csak a tömegpszichózist akarom bemutatni, hogy május vége van. És emberek úgy öltöznek, hogy május vége van. Ők beszarják, hogy milyen idő van, értitek? Hát őket az nem érdekli a valóság, őket az érdekli, hogy május vége van, ők nem fogják égetni magukat, hogy ők felvesznek valamit. Aztán persze jön a taponykor, meg ilyenek után, de az nem érdekli őket, tehát nem mindegyikük olyan ám, hogy nem fázik. Nagyon sok olyanok, hogy igenis fáznak, csak hát nem fáz, hogy május vége van, és nehogy már megszólják, értem meg egyáltalán. És hogy mennyire ez tök triviális példája a tömegpszichózisnak például, hogy mennyire így működnek az emberek. Ha ott is jön egy delikvens, nagyon jó, majd mindjárt eljutatom. Tehát ezért mondom, hogy ezt akartam ezzel demonstrálni, ami mondjuk egy kicsit érdekesen sikerült, de azért ezt is láthatjátok egyébként, hogy csak körülnéztek egy buszmagállóban magatok körül. Visszafordult a delikvens, nem fogom megmutatni, ő gyerekek rövid nadrág, rövid újú póló. Persze, 8-9 fokban így járkálunk. Tehát azért ezt föl kell fogni az emberek, el kell jutni erre szinte, meg kell értenie, hogy nem vele van a baj. Tehát picit gondolkodni kell, ezt az előző videómhoz gondoltam egyébként becsatolni így utólag, hogy pont arról szól, hogy gondolkodj meg, stb. Meg ne engedj a pszichózisnak, meg ne engedj a tömeg hisztinek, meg a tömeg dolgoknak, mert akkor birkulsz elég rendesen, úgyhogy ez is arról akart szólni, mondom kicsit megkésővel. Mert ha előbb készítem a felvételt, akkor láthattátok volna nagyobb tömegben ezt a történetet, amiről akarok beszélni. Úgyhogy mindegy, nézzetek szét magatok körül buszmegállóban ilyesmi, és láthatjátok, hogy miről beszélek. Ez van, így működik az ember. Na, sziasztok!